Jó napot kívánok, köszöntjük napot a Pajdakút nézőit, mi vagyunk a Pajta ajtónálók. Most bizonyára innen, túráról jelentkezünk a Csürdöngölőből, és ma egy road tripre szeretnék Önöket invitálni. Hova is utazunk, Dani? Egy körutazás következik, túráról indulva, tehát Miskolcig ellátogatunk, Eger mellé is, körbenézünk a Zsófia kilátóból, lesz szó gasztronómiáról, kávépörkölésről, művészetről, zenéről, építészetről. És átlépjük az országhatárt, ugyanis elmegyünk Krakkóba is. Közép-európai kitekintés, ugye többször próbálunk kimozdulni a régióban, és a Fonóklub egyik eseményéről számolunk be. De itt tulajdonképpen ez is egy klubhelyiség, ráadásul nem is akármilyen fellépőkkel, ha jól tudom. Egy őszművészeti komplex központ, amit folyamatosan zajlik túrán. A Cimbali Band, a Zagyva Banda, a Csángáló zenekarok rendszeresen visszajár. És ne legyél szerény, a te plakátod is ott van a háttérben, Laposi Jócsi is fellépett nemrég. Mutatunk ebből egy ízelítőt? Mutassunk egy rövidet. Pajta, akkor igazán pajta, hogyha a házigazda élettel telíti meg, és hát itt el mellettünk Pintér Zsolt, aki ennek a turai Csürdöngölőnek a tulajdonosa. Mesemondó vagy, ráadásul pálvadíjas mesemondó, népzenész, néptáncos. Én azt gondolom, hogy a te szellemiséged, amit itt a kultúránkon és a mozgalom belül képviselsz, az teljesen így egységesíti azt az összművészeti komplex műhelyt, amit megvalósul a mindennapokban. Kicsit tudnál-e nekünk arról beszélni meg a nézőknek, hogy zajlanak nálatok itt a mindennapok? Az az érdekes helyzet alakult ki, hogy a mi közösségünk a Covid alatt megerősödött. Tehát a Covid alatt szűk közösségek összejárhattak, elkezdődött a kézműves alkotóműhely, elkezdődött a online furuja oktatás. Akkor miután kiszorultunk a művelődési házból, mi összejártunk dalolni továbbra is, mert dalolni akartunk. Folyamatosan emlegeted a kalákát, hogy így össznépi munkásságban, össznépi erőben gondolkoztok, ez a pajta is így épült meg? Igen, így kezdődött, aztán utána azért kértünk persze szakmai segítséget, de a csapatunk jár el máshova is segíteni pajtákba. Például Vanyarci pajtát azt a Csürdöngölő csapata építette meg, úgyhogy a gyerekeink is rakták esőben, dalolva a cserepet a pajtának a tetejére. Ugye sokan, akik eljönnek egy ilyen pajtás eseményre, azt látják, hogy hú, minden rendben van, itt van egy csodálatos világítás, de hogy előtte mennyit kell takarítani, füvet nyírni, ezt mindig közösen csináljuk, és ez egy nagyon nagy erőssége ennek a csapatnak, hogy mindig összejárunk és segítünk egymásnak. Mi az az esemény, ami leginkább megmozdítja az embereket? Talán mindenhol az, hogy sok impulzust kapjanak. Ugye, hogy minél több dologba tudjanak betekinteni. Akik ide jönnek családosok, azok mesét hallgathatnak, zenét, élő zenét hallgathatnak, táncolhatnak, és természetes anyagokkal kézműveleskednek. És ehetnek, ihatnak? Tehát gasztronómia is van? Majdnem minden esetben van valami főzés. Főztünk már birkapörköltet, töltöttünk kolbászt, Márton napra főztünk libalevest, úgyhogy mi is igyekszünk azért elővenni a régi hagyományokat. Ez nem egyik napra a másikra alakul ki, hogy te egy ilyen nagy családdel duzzadtatok. Mikor kezdtétek el ezt az együttműködést tulajdonképpen? Hát 7 éve kezdtünk el itt a pajtában mozgolódni, sőt akkor
akkor még pajta se volt, mert csak a ház volt meg. Tehát először a házat újítottuk föl, ott kézműves foglalkozások, és akkor már beszivárgott a mesemondás, és utána jött a pajta a táncos múltból. És készültök valami nagy dobásra így a jövő év kapcsán? Igen, igen, ugye a népmesében nagyon aktívan jelen vagyunk. A nevünkhöz fűződik a 7760 Népmese Fesztivál, és jövőre nemzetközi szintre szeretnénk vinni a magyar szövegfolklort. Az Európa Kultúra fővárosába fogunk egy fesztivált közösen a Muharai Szövetséggel megvalósítani, a Pannon Story Fest fesztivált, ahova nemzetközi mesemondók. De itt is volt egy hasonló esemény nemrég, nem? Így van, mert az egész Népmese Fesztivál programsorozatnak az első alkalma Turán volt, ez volt a Turán innen, Turán túl, ahol Julcsiék is felléptek a kalákával, ami azt mondhatom, hogy talán az év egyik legsikeresebb programja volt, mert egy percet nézzünk bele ebbe az eseménybe, tudunk belőle képeket mutatni, szerintem érdemes. Jó látni, amikor megtelik élettel ez a tér, ez a pajta. Van egy újfajta kezdeményezésetek, ez a vőfé találkozó, itt elhangzott az előbb. Ez mi pontosan? Hát ugye a szövegfolklórnak a része a vőfékedés is. És a programjainkat igyekezzük úgy felépíteni, hogy mindig valami nagyobb szövetséggel párhuzamosan annak egy regionális programját valósítsuk meg. Így volt már népdal találkozó, és novemberben pedig vőfély találkozót rendeztünk, ahova a régió vőfélyei jöttek el, illetve meg kell mondanom, hogy hát nagy mesterünk nem csak mesemondói oldalon, de vőfékedésben is, dr. Agócs Gerge is velünk volt. Egy kicsit etimológiailag hadd menjek ebbe bele, tehát ti mennyire tartjátok magatokat palócoknak? Hosszú vita kérdés, különösen, hogyha valakitől egy ütmentől kérdezed itt, ugye? Én nagyon beilleszkedtem, nagyon szívemhez közeli a galgamentes zenéje, táncai, a vőfély szövegeim is, hogyha visszakanyarodok, a galgamenti vőfély szövegeket ápolom, azokat viszem, hogyha kérnek lakodalomba, tehát, hogy igen, palócnak érzem magam. Vőfély, esküvő, ezzel búcsúzunk, és ebből a vőfély találkozóban is mutatunk néhány képet. Úgy gondolom érdemes lesz. Köszönöm szépen a vendéglátást. Köszönöm, hogy meglátogattatok bennünket. Fogyasszunk hát bátran a pálinkás üveglevéből! Lányok, szépasszonyok, félre ne nézzetek! Illő tisztelettel meghívok mindenkit! Tudom, mint fáj anyai szívednek! Gyönyörű mennyasszonyát, karjába vezessük! Ami bőáldásunk, nézzem mindig félre! Azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas beszélgetésen vagyunk túl, de hát Bükszent kereszten még várnak ránk beszélgető partnerek. Csapjunk a lovak közé. Előtte azonban, nézd oda, egy gyerekpajta. Mini. Igen, egy mini pajta, ilyen is van. Itt Turán minden megtalálható, Turára még visszatérünk elköszönni, de most valóban irány Miskolc, irány a Bükk. Turáról ugrottunk egy nagyot, sőt emelkedtünk egészen pontosan, itt vagyunk a Kisdélhegyi kilátón, és nagy tisztelettel köszöntöm egyrészt a csapat, a Pajta Kult csapatának többi tagját. Szia Jócsi! Sziasztok! Szia Zoli! Szia! Jó, hogy itt vagytok. Potyondi Ákost és Ordiczki Attilát is, aki majd itt körbe kalózolnak minket. Hol vagyunk most egészen pontosan, de inkább úgy közelítem, hogy ha már ugrottunk, hogy milyen magasan? Bükszent kereszten vagyunk a Kisdélhegyen, és 665 méter magasan vagyunk. Bükszent kereszte a második legmagasabb települése Magyarországnak. Attila, most ide sétáltunk föl a kilátóhoz, de te nem csak turistaként járod ezt a helyet, hanem fotózod is. Így van. Drónfotókat készítesz. Milyen az őszi tájat fotózni?
kevés hálásabb dolog van, mint az őszi tájfotózásra, mert gyakorlatilag az ember bármerre tekint, tehát mindenhol gyönyörű kompozíciók vannak, és tényleg csak le kell nyomni a gombot. Persze nyilván kell egy kis játék bele, de gyakorlatilag az egyik leghálásabb dolog. És most szerencsés volt most is az őszünk, az előző is, már nagyon sokáig tartotta a fák koronája a színes leveleket. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Gyuri bácsi a bükkifüves ember hazájában vagyunk, és a csodálatos, emblematikus képet látunk mi mindig prospektusokon, az interneten, a social media felületeken, a füves kertjéről, felülnézetből te kreáltad ezt a fotót? Igen, a gyógynövénykertben nagyon sokat fotóztam. Nyilván ennek a nyára a legszebb időszaka, amikor a rengeteg növény virágzik, és felülről is nagyon pompásan néz ki, illetve egy házlevelet alkot gyakorlatilag a járdák és a közlekedőknek a összeérése, és gyakorlatilag fentről nagyon szép látvány nyújt az egész. Mennyiben más mondjuk egy pirisi, kicsit szubmediterrán környezethez képest ez a bükki magashegyi helyszín? Inkább abban tudnám különbséget mondani, amikor időjáráshoz kötném az egészet, ugyanis amikor mondjuk Miskolcon eső esik, Lilafüreden havas eső, itt hó, és ennek a különbsége, ennek a változatossága kiül a természetre is, akár hó jég formájában, és ezek nagyon változatosak tudnak lenni, nincs olyan, hogy egyforma. Ősz és a tél átmenete az, amit nagyon szeretek. Mennyire rontja a helynek a lehetőségeit a turizmus? Mi is itt vagyunk, ide jöttünk, egy nagy stábbal, egy nagy csapattal, gondolom rajtunk kívül még százak, ezek jönnek ide hónapról hónapra. Ez a természetfotó zavarja? Természetfotózást igazából nem zavarja. Maga a turizmus változott meg bizonyos kép a Covid óta, gyakorlatilag sokkal többen keresik és sokkal többen igénylik azt, hogy kimenjenek a természetbe. Azt gondolom, hogy ennek lehet örülni. Van egy hátulütő, amit az embereknek, sok mindenkinek meg kell tanítani, hogy hogyan kell viselkedni a természetbe, tehát van azért hátulütés, de azt gondolom, hogy egyre többen keresik fel magát a természetet, Bükkszentkeresztet, illetve a Bükköt. Azért ezzel vagyunk így egy páran, szerintem. Húzódunk a természetbe. Hát akkor menjünk szerintem lefelé. Zolival megállunk egy pillanatra, és egy kicsit a kilátóépítészetet szóba hozzuk, mert akár csak itt, most a Zsófia kilátóig nem lehet ellátni, de hogyha tiszta lenne az idő, és a drón egy kicsit följebb lenne, akkor el lehetne. Szóval nagyon szép kilátók vannak, de nem csak itt, hanem az ország más pontjain is. Let me dance among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de kicsit olyan feelingem támadt, mintha gyimesben lennék. Nem csak a hideg miatt, ugye így dörzsölöm a tenyeremet, és most elég szeles is itt az időjárás, de páratlan csoda tárul itt elénk a természetben. Viszont a lényeges különbség az az, hogy nem fenyők vannak ugye itt, hanem bükk. Tehát ugye, mert a bükk szívében vagyunk. De ha már megálltunk itt lent, akkor Zoli, tudnál egy pár gondatot mondani a kilátóról? Hát erről a kilátóról is tudok, meg a többiről is. Ugye ez egy nagyon szép példája, ha jól hallottam, egy helyi összefogásnak, amikor a helyiek összeállnak és létrehoznak egy kilátót. De gyakorlatilag a világépítészetben, és nem csak a világépítészetben, hanem Magyarországon is most már egy kicsit átváltozott szobrászattá. A kilátókat mindenhol építészek tervezik, és mindenki meg akarja mutatni, hogy az ő kilátója a legszebb, a legegyedibb, és nem, tehát a magán a funkción kívül azon, hogy ugye felmegyünk valahova, és körül tudunk nézni, és tudjuk élvezni a tájat, maga a kilátó is egy formabontó tárgyá alakult át, és ami egyébként szerintem egy nagyon szép folyamat. Ráadásul egy zarándokhely is, mert egy szép kilátó, egy épített kilátó, most tudjuk mondani a példákat, a Zsófia kilátó, ami itt szóba került, fönt említettük, itt van egy helyre tőlünk. Tulajdonképpen a kéktúr és a túrázás fejlesztésével Magyarországon a kilátóépítészet, de én úgy gondolom a világon is a kilátóépítészet egy nagyon fontos építészeti témává van. És tudod, hogy van olyan kilátó, ahol aludni is lehet. Kialakítottak kis szobákat, kis kuckokat, ahol maga a kilátónál. Akkor nem watch tower, hanem sleep tower. Nem, hanem pont amit te mondtál, hogy a túrázás részeként, hogyha eljutott arra a túrapontra, akkor ott meg is tud pihenni, tehát egy szállásként is funkcionál. Nem egy extra, oda hálózsákkal együtt be tud bújni, egy kis fülkébe, de tulajdonképpen egy teljesen új funkció alakul ki a kilátó. De izgalmas tervezni is, mert eleve ugye egy kiugró ponton lévő, mindenki által látható
építmény, struktúra, tehát ez egy építésznek szerintem ez nagyon izgalmas téma. Ez egy nagyon izgalmas téma. Tervezel ilyen? Természetesen, ez egy nagyon, tehát ez gyakorlatilag egy szobor tervezés, amikor a funkciót figyelembe veszed, hogy ugye fel kell oda jutni, az embereknek kényelmesen kell lenni, figyelembe kell venni a széljárást, mert arról az oldalról általában védeni szokták és zárni szokták a kilátókat, ahol nagyobb a szélhatás, ugye mivel egy kiálló helyen van, és akkor ennek összefüggésében. És nem mindez anyagválasztás, hogy most beton, fa milyen időtálló, fa, helyi, rozsdamentes acél, vagy nem. Ugye nagyon sok kilátóban rozsdamentes acél a lépcső, és akik jönnek fölfele, hullik a fejükre a sársáros időben, például a Csóványoson, mert hogy ugye az egy rács. Tehát, hogy ezért, viszont nem csúszik. Nagyon nem csúszik, így van. Akkor se, amikor lefagy, mert ilyen recés. Te, hogyha tervezhetnél, akkor hova terveznél kilátót? Tudom, János egy. Nem, az Alföldre. Alföldre. Egyébként Alföldön vannak kilátók. Érdekes. Ugye ez az legérdekesebb, azért mivel pont nincs magas pont, és oda kell magas pontokat létrehozni. Tudom, milyen magas kilátó kellene? Nem tudom, nagyon minden magasabb. Hát egy ilyen őrtoronyszerű, de szerintem mint egy madárles vagy valami. Szerintem ez egy érdekes feladat mindenképpen. Akkor mi is repüljünk egyet, és nézzük meg Gyuri bácsi fülöskertjét. Lejöttünk a kilátóból Gyuri bácsi fülöskertjébe, és Kotyondi Ákossal beszélgetünk egy kicsit a helyről, és a hely szelleméről, és a fontosságáról. Egy gyors tesztet itt végeztünk a stábban, hogy vajon mi van Gyuri bácsi kosarában, és tudtad, hogy mi van Gyuri bácsi kosarában, apró bojtorján, ennyire is önt a gyógynövényeket? Nagy baj lett volna, hogyha én nem tudom, az lett meg, hogy ti tudtátok. Én nem, sajnos. De hála Isten, és hát nagyon bízom benne, hogy egyre több ember fordul a gyógynövények felé, és egyre több embernek lesz kézzelfogható valós ismerete, mert igen sok a túlképzett ember van Magyarországon. És nagyon hasznos az, hogyha ha valódi életben használható ismeretekre teszünk szert, és a gyógynövények világa például egy ilyen, amit bárki hasznosíthat akár városi környezetben is. Tartatok itt kurzusokat a faluban? Tehát ilyen gyógynövénykurzusokat, tanfolyamokat, ahol van lehetőség ezekre a továbbképzésekre? Ma már igen, de ez nem mindig volt így. Hogyha visszaugrunk egy picit az időben, akkor Gyuri bácsit úgy kell elképzelni, aki nyugdíjas éveit töltve a miskolci piacra a kis kosarával lement a busszal, és árult először ott a gyógynövényeket, és hát valóban aztán ez egy nagyon következetes, nagyon hosszú munka volt. Ő pontosan hitt abba, amit csinál. Ő mindig azt mondja, hogy nem csak inni, hanem hinni is kell a gyógyulásban, a jóistenben, és úgy egyáltalán az emberben. És valóban ez kell is a gyógyuláshoz, és ő ezt nagyon tudatosan végezte az elmúlt évtizedekben. És hát ez a munka vezetett aztán oda, meg ez a fajta hivatástudat, küldetéstudat, bár ez talán nem is volt annyi, inkább nagyon szerényen tette azt, amit csinált, és teszi mai napig, hogy rengeteg ember fordult e felé a téma felé, és konkrétan ide is jöttek Bükkszentkeresztre, ahol először létrejött a régi kert, aztán az már szűk lett, aztán létrejött az új kert, egy-két évvel ezelőtt sikerült megnyitni a kapuit, illetve az idén februárban pedig átadásra kerültek azok az új gyártócsarnokok, amik már hát látszólag nagyon messze vannak a régi gyűjtőkosártól, de valahol mégis abba gyökerezni. Tehát itt a gyógy fű, a gyógytea köré épült tulajdonképpen, most ez csúnya szó lesz, nem feltétlenül ideillő, de egy brand, ami az emberekkel megismerteti ezt a nagyon fontos témát, ami általában is nagyon fontos. Igen, a nagy különbség talán egyéb hasonló vállalkozásokhoz képest, hogy ez egy nagyon emberarcú hely. Tehát, hogy Gyuri bácsi az gyakorlatilag tényleg olyan, mint bármelyikünk nagyapja, hogy ott van, velünk van két kedves szava mindenkihez, és őszintén válaszol. Tehát, hogy nincsen köntörfalazás, és ez nagyon fontos egy gyógyítás esetében. Mikor kerültél kapcsolatba ezzel a világgal, illetve Gyuri bácsi munkásságával? Nem túlzás azt mondani, hogy a anyatejjel szívtam magamba a gyógynövényeket, hiszen édesanyám, ő nagyon régóta ezzel foglalkozik, és hát mi jöttem... Egy kis édeskömény. Édeskömény és társai. Yes.
tejszaporító és szélhajtó, tehát mindenféle szempontból jó a babának. És hát én benne voltam ebbe a gyógynövényes világban, aminek hát nyilván egy nagyon fontos pontja és viszonyulási pontja, viszonyítási pontja Gyuri bácsi és mindaz, amit ő csinál. Aztán hát én nagyon messze élek innen és dolgozom innen, az ország másik végén. De te pajta tulajdonos vagy, ha jól tudom. Pannonhalmán gazdálkodunk az Ürmösportán, de hogy mégis hogy kerülök ide, ez kicsit kötődik is ehhez a helyhez, hiszen én vezettem éveken keresztül a Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertjét, és akkor, amikor Magyar Örökség díjat kapott a Magyar Népi Gyógyászat, és hát ennek a Népi Gyógyászat egyik képviselőjeként ezt a díjat Gyuri bácsi vehette át, akkor engem kértek még meg annó, hogy egy köszöntő beszédet, egy laudációt mondjak ezen a díjátadón, és hát akkor egy személyes jó kapcsolat alakult ki Gyuri bácsival, és talán itt a nagy korkülönbség ellenére sem túlzás azt mondani, hogy egyfajta barátság is kialakult kettőnk között a szakmai együttműködés mellett, és hát ez 2015-ben volt, egy jó pár évvel ezelőtt, és aztán utána ez oda vezetett, hogy a bükkszentkereszti dolgokba is itt-ott bele tudtam folyni, és aztán elmúlt két évben meg már táborokat, programokat is vezettünk, illetve a kert fenntartásában, a kertnek a működtetésében is a Gyuri bácsi lányával, Szabó López Zsurával egy nagyon jó szakmai kapcsolatunk van. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést. Ha már szóba került az, hogy máshol is dolgozol, és hogy ugye a gyógynövényekkel való foglalkozás az valamennyire a gyümölcsészettel való foglalkozása is összefügghet, akkor egy pillanatra megállnánk, és Kesek Ritával egy interjút készített Kuminyi Juli, mégpedig a Nagy Almás könyv díszítő grafikáiról, tehát erről lesz a következő pár perc. Ambrus Lajos Nagy Almás könyve a kárpát-medencei gyümölcs hagyatékot, azon belül is az itt őshonos almafajtákat gyűjti össze, és az olvasmányos esszék mellett gyönyörű grafikákat láthatunk, melynek készítője Kesselyák Rita grafikus művész. Budakeszin a Punktum galériának egy termében vagyunk. Rita, te hogy kerültél ide? Igazából, hogy a sors sokszor úgy hozza egész véletlenül, hogy a dolgok úgy szövődnek, hogy ahogy kell. Én Budakeszitől nem messze a Pálos utcában lakom, és hogy ez nekem ez egy sorstörténeti dolog is, hogy mielőtt ide költöztünk, hosszú ideig kutattam magyarországi korareneszánsz kerteket, Herceg Ágnes tájépítész könyvéhez készítettem illusztrációkat, és együtt kutattuk ezt a témát, illetve az itáliai példaképeket, bejártuk Itáliát. A lényeg az, hogy én a Pálos utcába kerültem, ami a Mátyás kori kertekkel nagyon is kapcsolatban áll, és egyáltalán tulajdonképpen a gyümölcstermelésnek az egyik bázisa volt a Mátyás király kertjei, meg a kutatásai, a könyvtára, hiszen Mátyás király nagy szenvedelmes kertész és gyümölcs termelő is volt. De hát nem is erről akarok beszélni, csak hogy úgy kerültem ide, hogy itt más szálak is voltak. Szani Zsolt pomológus például, aki Kovács Gyula gyűjteményén túl, ő másfajta őshonos gyümölcsöket is szokott nekem hozni rajzolás céljára. És más ismeretségeken keresztül, szomszédokon keresztül hozta úgy a Ariadné fonal, hogy én itt kötöttem ki. Te a grafikusi pályád során hogy kerültél kapcsolatba a gyümölcsészettel, a pomológiával? Ez is érdekes, tehát hogyha a kályhától kezdjük, akkor mondjuk azt, hogy óvodában a zöld csoportba jártam, és a gyerekkorom óta a zöld szín, de az a növényi zöld szín, ami mondjuk a levelekben, vagy a tavaszi levelekben van, az mindig is rettentesen volt egész gyerekként. Ifjúkoromban került megint ez a téma a kezembe, amikor az egyik húgom és a később a sógorom is tájépítész lett, és rajtuk keresztül kerültem kapcsolatba tulajdonképpen a tájépítészettel, és majdnem 15 éven keresztül kézirajzokat, kutatásokat végeztem nekik.
És tulajdonképpen itt jött be az egész pomológiai rajz, hiszen volt egy olyan munka, ahol őshonos gyümölcsöket kellett megjeleníteni egy projekten, és kaptam fotókat, akkor talán még ilyen csonthéjasok volt, amit tudtam élőből rajzolni, de hát akkor mindenki így, hogy te ilyet tudsz, hát mondom, persze, hogyha hoztok, akkor bármit lerajzolok. És tulajdonképpen akkor hozott össze így Herceg Ágnes, Ambrus Lajos, József Attila Díjas, kiváló pomológus és író emberrel, és akkor készültek el 2005 tájéken az első almarajzok, amiket ő egy másik könyvébe jelentetett meg eszék mellé. Hogy kell elképzelnünk, te hogy tanulmányozod azt a gyümölcsöt, vagy azt a növényt, ami aztán végül a te rajzaid által megelevenedik? Először ugye ez a bizonyos munka volt, akkor főleg az volt, hogy fotókat kaptam, de nem is jó fotókat, és akkor ott rögtön láttam, hogy én ebbe sokkal többet bele tudnék tenni, hogyha látnám élőbe, és nyilván azok lettek a legszebb rajzok, amiket tényleg meg lehetett figyelni, körbe lehetett járni, ugyanis egy fotó az mindig ugye csak egy nézőpontot rögzít, és ugye a kamerának az optikáján keresztül, tehát az már egy átforgatott valóság, nem egy megértett dolog. És például az almákat, ezeket az almákat, amik a könyvben szerepelnek, nem csak az én rajzaim vannak benne egyébként, azt szeretném mondani. És hogy azokat nagyon szigorúan még úgy csináltam, hogy ténylegesen nem használtam fotót, hanem kiraktam a gyümölcsöt magam elé, és megvilágítottam, hogy mindig ugyanaz a fény legyen, és akkor napokig ment ugyanaz. Nagyon érdekes dolog az, hogy az ember munka közben, rajzolás közben tulajdonképpen a modelljével, tehát jelen esetben a gyümölccsel vagy a növénnyel egy ilyen szent beszélgetésbe kerül, és olyan világok nyílnak meg, amiket nem is gondolnánk. Nagyon köszönöm a beszélgetést! Akkor ennél igazán jó az első résznek a befejezése, a finálé, megfognál, belelöknélek a vízbe, de ez kimarad az időjárás alól, tekintetem advent első vasárnapján. Szerintem, Dani, jó hallgassunk egy kis muzsikát, mit szólnál hozzá? Igen, jobb lenne. Milyen muzsikát? Turáról, a turai pajtáról. Igen, ott kezdtük a műsort, oda térjünk vissza. De menjünk. Ott van választék bőven, nem? Van. Minden héten van valami. Akkor azt kell mondani, hogy jó kis zenét hallgatunk Turáról? Így van. Jövünk vissza, nem sokára folytatódik a Pajtakut.